Az esküdtevők egy része már január 1-e óta közterületi szolgálatot teljesít, az esküdtevők másik része pedig február 1-én került a rendőrség próbaidős állományába. Ők egy 5 hónapos képzést követően júliustól kezdik meg a szolgálati feladataik végrehajtását. A rendőrség elég régóta folyamatos létszámhiánnyal küzd. Ennek a létszámhiánynak a feloldására, a hiány pótlására született az a döntése a belügyminiszter úrnak, a belügyminisztérium vezetésének, hogy megnöveli a rendőrség létszámát. Ennek keretében részben már a szakközépiskolák végzőseinek a szakmai gyakorlatát csoportosítottuk át, illetve új felvételre is sor került. A hatóság gépkocsi állománya is nő majd. 50 új felső-közép kategóriás autót kap a rendőrség a Magyar Soros Európai Uniós Elnökséggel kapcsolatos feladatok ellátására.